Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor be a öveket és nyújt hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. a szubzsáner. A vagy a kedvenc könyves műfajom, az kifi. Szeretettel köszöntök mindenkit a szubzsáner 14. részében, a mikrofonnál Magyarós István, és itt van velem ma is Stempel József Gyózi. Szia Gyózi! Szia, üdvözlök mindenkit! És köszöntünk mindenkit itt a Paralaxis Univerzum könyves, sci könyves kibeszélőjében. Ezúttal egy általam javasolt könyvet fogunk kibeszélni a Mikey Hetet Edward Estontól, ami egy 2022-ben megjelent uh, sci -fi. Nagyon megosztanak róla a vélemények, hogy utána nézegettem a, a neten a különböző ilyen olyan kritikáknak, kapott hideget is, meleget is, sokan félrújják neki, hogy eléggé lightos a cselekménye, hogy úgy mondjam én ahogy elolvastam, én nagyon élveztem, tehát számomra egy borzasztóan szimpatikus, igaz, hogy könnyű, de kellemes kis olvasmány volt, nagyon gyorsan végig tudtam menni rajta, hiszen még csak nem is hosszú, és nagyon emlékeztetett, ez is egy ilyen pörgősebb amerikai filmre, sci-fi-re, vagy akár csak egy, egy, egy ilyen science fiction sorozatnak egy részére, mert elég kevés benne a cselekmény, ellenben humoros, ellenben érdekes, és azért nem kevés dolgot, dilemmát azért megfogalmaz, felvet. Tehát, hogyha az ember megpróbál egy kicsit a mélyre nézni azoknak a dolgoknak, ami a könyvben megjelenik, azért lehet benne találni érdekességet. De tényleg vannak bennem úgymond viccelek, olyan dolgok, amik nincsenek végig beszélve, nincsenek végig gondolva, nincsenek kifejtve. Tehát, lehet, hogy lehetett volna ebből többet is csinálni, de úgy gondoltam, hogy beszéljük ki, ezért feladtam a házi feladatot Csozinak, hogy szerezze be, olvassa el. Igen, amikor először szóba jött, akkor még nem is ő lehetett elérni online magyarul, úgyhogy angolul álltam neki. Hát nem tetszett. Én soha többé nem fogom elolvasni ezt a könyvet, csak hogyha kényszerítenek. Az, hogy nincsen cselekmény, az, az nem számít. Mert hogyha egy könyvnek van egy hangulata, kirángat a szürke hétköznapokból, mondjuk hát tájföldön éppen nem szürke a hétköznap, de mindegy, ez más kérdés. Az jó, de tehát olyan dárk, olyan szomorú, olyan világot tár fel, ahol soha nem szeretnék élni. Egyszerűen szerintem ez, a könyv ez nagyon szörnyű. Tehát, hogy, hogy, pont említetted még a felvétel előtt, hogy lehet, hogy lesz ennek valami filmváltozata. Hát ne legyen. Én, én ezt kiajnám. Bocsánat. De azért persze örömmel beszélek róla, mert viszont tényleg van egy csomó érdekes gondolat, egy csomó nyitott kérdés, meg hát néha nekem is engedni kell. Így van, így van, ez, ezzel jár sajnos, hogyha az ember belemegy egy ilyen, egy ilyen műsorba, vagy nem biztos, hogy sajnos, mindegy, tehát, hogy egy ilyen műsor, ahol, ahol többen szerkesztjük, akkor itt előfordul, hogy én nem éreztem ennyire Darknak a történetet, nekem tetszett, ahogy el volt, tehát ez az egyes szám első szemében, ez a tipikus mesélő, belső nézetből úgymond elmeséli, és sokszor viccesre veszi a figurát, ha bár tényleg maga a világ, amit bemutat, az nem túl pozitív, ezt aláírom. Annyi jó dolog van tulajdonképpen benne, hogy az emberiség eljutott arra a szintre, amikor el tudta hagyni a Földet, és szépen lassan elkezdi benépesíteni a világegyetemet, és van egyfajta terraformálási képessége az embereknek, de szerencsére nem az a túl gyors, nem az a túl egyszerű, tehát innentől kezdve minden egyes ilyen kolónia, ami elindul, a messzi űrbe, hogy egy, egy bolygót meghódítson, betelepes, igen, gyarmatosítson, annak erősen meg kell küzdenie, és hogyha könyvben, ahogy kiderül, sok a visszaemlékezés, tehát hogy ebben is megvan ez a manapság már szinte ilyen bevett szokás, hogy egyszerre folyik a cselekmény a jelenben, és akkor néha néha visszaigrunk a, visszaugrunk a múltba, hogy kiderüljön, hogy miért vagyunk a jelenben ott, ahol vagyunk. Megtudunk sokat ezekről a, a gyarmatosítási kísérletekről, hogy a főszereplőnk, ez a Mikey, történész végzettségű, ezért ez érdekli, és erről olvas, gondolkodik, és nagyon sokszor fullat kudarcba egy-egy ilyen gyarmatosítás. Tehát, hogy nem az a pozitív, mint esetleg más könyvekben, hogy mindig minden, ahova elmegyünk, ott nekünk sikerül, itt azt tudjuk meg, hogy sokszor nem. Lehet ez is hozzájárul ehhez a, ehhez a dárkos feelingethez, hogy ez túl sötét, túl szomorú, nem tudom. Hát nem, az, egész olyan, tehát oké, okay, az, az, érdekes, hogy legalább az, hogy honnan jön az energia, azt megmagyarázza, hogy anyag, antianyag reakcióból felezik a űrhajó energiaigényét, illetve később gyarmat energiaigényét, de hát nem tudom például ez, hogy nagyon komoly kalória korlátozás van. Tehát, hogy... Igen, ez nekem teljesen észszerűnek tűnik, egy olyan gyarmatnál... Szinte mindenki éhezik. Hát jó, de... Ami még nem önnel látom. De milyen, milyen világ már... Nem. Hát de milyen realista. Ez vár ránk is. Tehát, hogyha így csináljuk, ilyen szinten éljük fel a földünket előbb-utóbb, ez vár ránk is, hogy tényleg fejadagok lesznek. Ha el akarok lenni, akkor elolvasom a Mit tudom, magyar nemzet, az a New York Times, vagy mit tudom, Washington Post, vagy itt tudom Bangkok post a, a, annyi, annyi szomorú dolog van, hogy nem kell akkor egy könyvet vennem érte. De nem feltétlenül szomorú a realista. Tehát, hogy ez egy forgatókönyv, és én szerintem ez egy teljesen elfogadható dolog, hogyha lesznek előbb-utóbb holdra, vagy éppen Marsra utazó űrhajósok, akik ott egy kis kolónián megpróbálnak pár évet átvészelni nekik sincsen habzsidőzsi. Szerintem még fent a, mondjad már, a nemzetközi urállomáson sincsen nagy habzsidőzsi, és nem jön minden, nem lehet a, a futárral kaját rendelni, meg nincsen meg is kaja, hanem, hanem igenis vannak kvázi fejadagok, és azt be kell osztani. Egy ilyen, mint ebben a könyvben, ahol, ahol elutazik egy bolygóra tulajdonképpen egy egész kolóniáni ember, és a bolygón még nem sikerült beindítani a, az élelmiszer termesztést, vagy előállítást, addig azt kell beosztani, amit magunkkal hoztunk, tehát ez valahol egy egy racionalitási kérdés. Nem szép, az biztos, tehát hogy nem egy kellemes, az, ezt aláírom. Hát arról nem is beszélve, hogy a telefezetője az egy ilyen, nem is tudom. Most nem akarok senkit sem minősíteni, meg ez ilyen vallási kérdés, úgyhogy ez lehet, hogy kellemetlen, de hogy, hogy nem tudom. Tehát nem, nem a megfelelő embert ö, raktak a nek a, a posztjába. Tehát egyszerűen azt tudni kell, hogy itt azért van egy ilyen alap gondolat, hogy van egyetlen egy ember az expedícióban, vagy nem is tudom... A... Hívjuk úgy, igen. De ilyen ex expedícióban, aki feláldozható talán az a legjobb fordítás, tehát hogy a teljes agyának, a, vagy a konnektomjának a, a térképe, le van, illetve a, hát a teljes teszkenye le van mentve egy adatbázisban és bármikor újra tudják nyomtatni a, az embert, így lett a Májki nullából, vagy a Májki egyből, Májki hét. Igen, tehát azt jelenti, hogy ő már hatszor meghalt. Tehát, hogy Májki hét azért ő, mert ő a hetedik verziója szegény Májknak. Na most itt igen, az egyik mély filozófiai kérdés, hogy a televezetőjének, akinek ma Marsal, nem tudom, mi a neve, bocsánat, elnézést marsalnak, marsalnak nevekkel nem igen. vagyok annyira, annyira jó, tehát, hogy ő egy szektának, vagy egy vallási közösségnek a tagja. Inkább vallás, aki, inkább vallás. Vallás, akik abban hisznek, hogy a lélek az csak egyszer jár, tehát amikor az ember megszületik, akkor kap egy lelket, és hogyha meghal, hiába nyomtatják újra, replikálják, a lélek nem megy tovább. Igen, az egy lelketlen tárgy, onnantól kezdve szentségtelen Igen. az ő, az ő nézőpontjuk szerint. Na most egy ilyen telefezető szerintem nem lehet nő a telefezetője, mert a telepnek egy nagyon fontos ö, alkotó tagja, az a feláldozható ember, aki ezekkel az attribútumokkal rendelkezik. Tehát, hogy ez is egy olyan dolog, hogy nagyon-nagyon zavart engem őszintén szólva. Tehát igazságtalannak érezted azt a, azt a fajta kirekesztést, ami szegény Mikey-val szemben van. Igen, meg eleve a, 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 dolgot. Tehát, hogy nem kellene egy olyan ember vezetni a telepet, aki, aki vallási okokból valamiért nem tud egyenlőséget biztosítani a többieknek. Hát de hogyha ha olvastad a könyvet, akkor nem csak ezek a natalistának hívják őket itt a könyvben, tehát nem csak ők azok, akik ők, ők erősen nehezményezik, meg nem szeretik a, a, ezeket a feláldozhatóakat, mint amilyen szegény Mikey is. De ugye a többi, tehát az expedíció többi tagja akinek nincsenek ilyen vallási indítatásai, ők is valamilyen szinten furán néznek erre a szegény emberkére, mert minden egyes expedíción. Szegény? Ez biztos, hogy szegény? Hát most olyan szempontból szegény, hogy hogy jutott ide. Tehát, hogy ezt a könyv az viszonylag sokat beszél arról, hogy milyen élethelyzetből, hogy jutott abba a pozícióba, hogy jelentkezik erre az expedíció, és ezen az expedíción, persze már amikor ő jelentkezni szeretne, egyetlen egy üresedés van, egy üres hely van ennek a feláldozhatónak a helye, mert ez általában senki az emberiségből nem akar ilyen feláldozható lenni. Tehát valahogy ez egy ilyen fontos, mert rá lehet bízni a dolgokat, amiben be, éppen bele lehet halni, olcsóbb, mint egy drága gépet rága robotot elveszíteni, amit megint csak számomra teljesen logikus és érthető, hogyha ott vagyok, Isten tudja hány fényévre, a legközelebbi bolygótól nem fogok olyan gépeket kockáztatni, amiből csak egy van, és nem tudok másikat építeni, addig, ameddig nekem nincsenek, nincs meg az a, az a fajta infrastruktúra, gyártókapacitásom, ilyesmi, ami meg, meg, megengedné, hogy én építsek egy másik olyan gépet, akkor van egy ilyen emberem, akiből nagyjából végtelen mennyiségűt lehet csinálni, attól nem végtelen, hogy ehhez is kell az a limitált mennyiségű protein, amivel rendelkezik a, a, az egész expedíció tulajdonképpen. Ebből lehet újra nyomtatni őt, tehát hogy nem teljesen... Ahogy proteint említenek, de én azt mondom, hogy biomassa valószínűleg, vagy valami... Biomassa, hívjuk úgy, mindegy egy szerves anyag, mert erre szüksége van az újra nyomtatáshoz. tehát hogy értem a logikáját, hogy miért van erre szükség, és hogy tényleg hasznos tud lenni egy ilyen típus expedíciónál egy ilyen ember, de egyedül van, igazán megbecsülni, nem becsülik meg azért, amit ő bevállal, és csak a kényszer vitte bele. Tehát ő se, ő se azért csinálja ezt, megvállalta ezt be, hanem azért, mert olyan szorult helyzetbe került azon a bolygón, ahonnan el akart szökni. Olyan szorult helyzetbe hozta magát egy rossz döntéssel. Igen. De választhatott, vagy a halál ott a bolygón, vagy ez a kvázi örök élet pedig elmondták neki a ö, meghallgatáson, vagy nem tudom, egy ilyen felvételiztetésen, hogy ez azért nem annyira egyszerű történet, de ő úgy gondolta, hogy neki most úgy sincs más lehetősége, ezt bevállalja, de hogy nem, nem igazán van, és ezt a, mondjuk nincsen rendesen kifejtve a könyvben, csak úgy megemlíti, de mutatja, hogy, hogy azon kívül, hogy neki van egy jó barátja, aki miatt ő tulajdonképpen bajba is kerül, de mondjuk azt, hogy jó barátja, aki többször elárulja itt a, a a cselekmény, során. sorát gyerekkori. Igen. Így, hát ott már az elején is azzal kezdődik, hogy ő ott hagyja meghalni megint a, a, a mi drága mike -inkat. Meg van egy barátnője, ezen kívül nincs senki, aki ő úgy a szabad idejében tölthetné, beszélgetne, bármit csinálna. Tehát, hogy ő egy ilyen kis kirekesztett ember, ezért mondtam, hogy szegény, mert hogy ez egy, nem lehet egy kellemes érzés, hogy van az emberiségnek egy része natalisták, akik abszolút ezének tekintik ők, ilyen istentelen teremtménynek, a többiek meg csak furán néznek rá, mert hát ő egy ilyen furaság. Még annyit kell tudni ez az egészhez, hogy csak egyetlen egy ilyen ember lehet egy ilyen expozíciónál, a konnektor, illetve a testken iszonyatos memória fog használ, és egyszerűen nem lenne még, egynek, még egyre kapacitást. Tehát, hogyha mondjuk, hát később ez majd a végefele spoiler alert, felmerül, hogy más lesz a feláldozható, akkor a mákinak a teljes szkennyét ki kellene törölni, és egy másnak az adatait feltölteni, mert mondjuk ez, ez azért reális, tehát azt tudjuk, hogy hogy az emberi agy, illetve az emberi szervezet az iszonyatosan bonyolult. Tehát, hogy ennek ilyen, ilyen szinten azért voltak olyan apróságok, amik így, olyan szinten tetszettek, hogy, hogy van egy kis logika mögötte, tehát, hogy legalább át lehet gondolva, hanem is minden, de nagyon sok minden szerintem is, csak nem nem túl pozitív az a jövőkép, amit felfest, de hát ezzel, én legalábbis nekem általában ezzel nincsen bajom, hogy nem túl pozitív, én szeretem az ilyen kicsit negatív dolgokat, de ez az én ez az én ízlésem, ilyen kificamódott esetleg. Hát, gondolom, ahogy gondolod. Itt a Mikey 7, itt a, a, hogy ez ő, tehát, hogy kicsikét ezt letisztázzuk, tehát azért hívják őt Mikey 7-nek, egy ilyen kvázi bevett szokás, vagy inkább Próbálja magát definiálni, vagy újra definiálni, és ezen sokat adja a főszereplőnk, hogy akkor ő most ugyanaz az ember, aki a halál előtt volt, vagy minden egyes újraindítással, vagy ilyen testnyomtatással, ő egy már egy másik ember, igaz, hogy megkapja a, az emlékeket az előzőtől a legutolsó mentésig. Tehát ez néha azt jelenti, hogy néha benne van, a halálának is a részletei, hogyha éppen úgy hal meg, hogy, hogy pont a halál előtt még tudnak róla készíteni egy gyors mentést, vagy közben, néha pedig nem emlékszik a halálára, mert tudom is én, olyan, olyan típusú ö, halál nem be van, hogy nem tudják egyszerűen megcsinálni a mentést, ezért valamennyi hiányzik neki a, az előzményekből, de hogy emlékszik a dolgaira, és ennek ellenére azon gondolkodik ő maga is, hogy vajon ő ugyanaz-e, mint az előző, vagy ő mindig más ember, és ez egy tényleg egy jó kérdés, hogyha ha de mondjuk én ezen sokszor elgondolkodtam már akár csak a Star Trek -nek a, a felsugárzás, leszugárzásos történetein, ezeknek a teleportációknak, nekem ez mindig bajom volt, hogy oké, okay, hogy teleportáció, tehát egyik helyen test lebont, információ valakit, információ átküld, ott újraépít, hogy ez most ugyanaz, vagy nem ugyanaz. És ezen ő is sokat agyal. Buthana van egy jó válasza, Nagyjából, ezt most nem tudom, nem, nem elmondani ezt a történetet, de az a lényeg, hogy mindenki, a, a, amit gondol, az lesz. Tehát, hogy ha te azt gondolod, hogy ez az, akkor az, ha azt gondolod, hogy nem, akkor nem az. De hogy ezzel én is elgondolkoztam sokat egyébként, mert azért az, hogy a, az emberi agy, vagy a tudat, hogy a konektom, le legyen töltve egy kompjúterben, az még nagyon távol van, de ez már téma. Tehát ezzel már dolgoznak, elkezdődött vannak szilikonvölgyi milliárdosok, akik ebbe pénzt raknak bele, mert nem akarnak meghalni. Úgyhogy ez, ez mindenképpen olyan érdekes gondolat. Én nem tudok erre választ adni. Tehát magamból tudok indulni. Tehát, hogy arra gondolok, hogy most engem így lemásolnak mondjuk, akkor meghalok, tehát mi meg megölnek, és akkor, de hogy én felébredek máshol, akkor én, 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 én a szubjektív én azt gondolom, hogy én akkor meghalok, és az más lesz. Úgyhogy én én úgy tudtam elképzelni ezt az egészet, hogy ilyen valami invazív módszerrel, mit tudom én, tehát ilyen nanorobotok egy az egyben, még, tehát nem alá, tehát egy az egyben átviszik a tudatomat mondjuk egy másik testben, szünet nélkül, tehát hogy mit tudom én, ez most én tényleg szkifi, de hogy mit tudom, minden egyes neuron kapcsolódásnál a neuronhoz oda csatlakozik mondjuk egy nanorobot, nan és akkor átsugározza a, az adott állást a, az új jól kolonozott testbe például. Tehát valami ilyen invazív módszer. Tehát, valami egy abban a átmely... pillanatban, ahogy ahogy ez egyik helyen beindul, a másik helyen leáll, hogy egyszerre se igen, igen, tudjon igen, igen, A kettő működni. Olyasmi, mint a kva kvantum teleportáció, vagy a kvantum kommunikáció, hogy érzésre, és valami, érzek nem tudom azt kifejteni, de hogy valami ilyesmit hmm. tudok elképzelni, mert minden más esetben az külön, külön, ember. Tehát, hogy akkor csak nem ásulnak, akkor van kettő belőlem mondjuk. Igen, de akkor innentől kezdve valamilyen szinten igaza van a natalistáknak, akik azt mondják, hogy az az ember, ez a feltámasztott, leklónozott valami, ez de már... A lélekről beszélnek, és a lélek az meg... Kérdés, hogy létezik -e a lélek, vagy mi a lélek? Tehát, hogy, a... hogy... hogy meg... Há de egy vallásnak az alapja lehet az, hogy hiszel abban, hogy van lélek. És azt kapod egy felsőbb valakitől. Míg hogyha egy ember gyárt, idézőjelben, vagy, vagy hogy mondjam, nyomtat, egy emberi által csinált gép, készít el egy másik testet, és abban egy számítógépről adatokat tölt fel, akkor hogy kerülne oda a lélek? Hát a holtok szó szólójában volt erről egy, vagy az elmegyermekeiben volt erről egy ilyen gondolat, és hogy lehet erre is választ adni egyébként, csak ezt most nem fogjuk megbeszélni. <laughs> Jó, térjünk vissza itt egy kicsit erről, a, és, és hogy mi is a Igazi, mert azt már megmondtuk, hogy túl sok minden nem történik, de azért még nem mondtunk semmit arról, hogy mi történik. Tehát gyorsan felvázolom itt legalább a legelejét a a, a sztorinak, amikor megismerkedünk szegény Mikey héttel, amint éppen belesik egy. Uh... Én, bocsánat, ez kicsit nehéz, mert hogyha valaki olvasta, akkor ő, ő most ezt unalmasnak találja, hogy itt ugrálunk egy kicsit. Aki meg nem olvasta, az meg kérdés, hogy, hogy tudja követni. Tehát, hogy nem tudom, hogy hogyan tudjuk ezt úgy csinálni, hogy mindenki jól járjon. Tehát létezik semmi. nincsen, el... Nincs olyan, hogy mindenki jól jár. Tehát ezt engedjük el, hogy, hogy mindenki jól járjon. Mi, mi megpróbáljuk tőlünk telhetően. Egy érdekessé is lenni a beszélgetést. Egyet fizet, kap, nincsen, igen. There is no free ride, <laughs> Nincs. értem, oké. Okay. Nem, de pont, a, pont erről, a, erről a másolat, meg hogy egyszerre kettő létezik, erre akartam reflektálni, hogy ebből tulajdonképpen ez az igazi plotja. A dráma, vagy a konfliktus forrás. Igen, de ez a, ez a lényeg, a konfliktusa tulajdonképpen a könyvnek, vagy a mi izénket, főszereplőnket, Mikey hetet pont ezen a, ezen a bolygón egy felderítés közben belesik egy, egy, barlangba, ahonnan a jó barátja nem tudja kimenteni, és mivel ő feláldozható, úgy döntenek, hogy akkor ő ott marad. Aztán visszamegy a havercsávó, Bertó Gomeznek hívják amúgy, visszamegy a, a bázisra, és szól a, a vezetőségnek, hogy feláldozhatunk Mikey 7 eltávozott, nyomtassák Mikey 8-at. Ami probléma megtörténik, vagy ami probléma, ami oda vezet, hogy ebből, ebből valójában konfliktus lesz, az, hogy Mikey Heath mégse hal meg, annak ellenére, hogy ő úgy gondolja, hogy meg fog halni, mert a, ezen a bolygón egy őshonos faj is van, amiről a telepesek azt gondolják, hogy nem túl értelmes, és csak egy ilyen kis kártevőnek tekintik tulajdonképpen. És ellenséges, nem túl, ellenséges, Akkor még az elején még nem, nem, igen, de még úgy nem, nem, túl, nem tűnik túl veszélyesnek, mert viszonylag kicsik és nem sok vizet zavarnak. Na mindegy, egy ilyen életforma megmenti őt, és másnapra visszakerül a táborba, elmegy a szobájába, ahol meglátja saját magát, jobban mondva már a Mikey 8-at, aki éppen a nyomtatás után ilyen fura állapotban próbál egy kicsikét helyrejönni, mert a nyomtatás után az első pár nap ez egy kicsit ilyen, ilyen netcesebb. És akkor itt jön a konfliktus, ugyanis ebben a világban van egy nagyon erős tabú, méghozzá az, hogy egy ilyen feláldozhatóból nem lehet soha egynél több példány életben. Erre majd a későbbiekben a könyv szépen reflektál, hogy mi történik akkor, amikor uh, elszabadul, és akár hányat lehet nyomtatni. Hát, hogyha az ember belegondol ebből, olyan jó kis sztorikat lehetne csinálni. Milyen, milyen jó lenne, ha lenne belőlem öt, mennyivel több mindent meg tudnék csinálni. Vagy hogyha lennének nyol, nyolc, aki ugyanúgy gondolkodik, mint én, vagy tíz, vagy tizenöt, és akkor ezt, ezt majd a, a, a későbbiek meg is tudjuk, de hogy a szabály az, hogy nincs két példány egy emberből, ezért Miki Hétnek meg kéne halnia, amit Miki Hét, vagy Mikey Hét nem igazán szeretne. Pontosan nem tudják, hogy melyiknek meg, kellene meghalni. Feltételezik, hogy ez lenne, de hogy valójában erre nem biztos, hogy van egyetlen hüvelyk új szabály, tehát hogy felteszem. Igen, nem derül ki végül is, hogy mi lenne. Lehet, hogy mind a kettőt bezúznák, és akkor egyben nyomtatnak Mikey 9-et és akkor mennyivel egyszerűbb nem kell sem Mikey 7 nek sem Mikey 8 nak igazat adni, de az biztos, hogy a, a, barátunk Mikey 7 nem akar meghalni, és Mikey 8 se tulajdonképpen nem igazán, nem igazán érzi ezt a, ezt a készet, és főleg, hogy ő nemrég született. És akkor eljutunk ide, amit mondtál, hogy számodra az a, csak úgy tűnik elfogadhatónak, hogy akkor egyik testből egy egy, egy, egy adott pillanatban átkerülsz a másikba, és nincs az, hogy egyszerre két helyen létezel, ők megtapasztalják azt, hogy milyen egyszerre két helyen létezni, és főleg úgy, hogy Mikey 8 nem is rendelkezik azokkal az emlékekkel, amik Mikey héttel történtek itt a baleset kapcsán, mert hát az utolsó mentés még az előtt volt, hogy ő elhagyta. Hát igen, ez, a de ezzel választ is, választ is, adtak tulajdonképpen a későbbiek folyamán, az egyik alapkérdésre, mert hogy, hogy a kettő az hát nem is szignifikánsan, de érezhetően különböző egyéniség. Igen. Legalábbis most ez szubjektív, ez, ez most egy kérdőjellel, vagy idéz, Mondom, de hogy másnak tűnnek. Másnak tűnnek, mert mert főleg azért, és ez, nekem ezért tetszett ez a könyv, mert nekem ez egy meggyőződésem, hogy a, a mindenkori aktuális személyiségét az embernek igenis nagyon erősen meghatározza az összes dolog, ami vele történt addig a momentumig. Ezt tudom, mert ez tény. Tehát, tehát, tehát ez az agykutatási a Igen, de hogy innentől, innentől kezdve viszont. Értelemszerűen különbözik Mikey 7 a Mikey 8-tól, mert Mikey 8 nem rendelkezik az összes olyan tapasztalattal, amin Mikey 7 átment, és már maga ez, hogy a barátjában csalódnia kell, ott hagyják meghalni. Még izé, rádió még tud beszélgetni a barátnőjével, aki el akarna menni, megmenteni, de lebeszéli őt, annak ellenére, hogy nem akar meghalni. Tehát ez is egy, sokat filózik a könyvben Mikey azon, hogy és uh, mesél egy-két uh, másik szereplőnek a annak azt hiszik róla, hogy milyen, egyszerű, mert hát tudja jól, hogy újra fogják éleszteni, attól ő neki minden halál egy halál, tehát minden halálhoz úgy áll hozzá, hogy ő nem akar meghalni. Nem akarja, tehát ő ugyanúgy fél a haláltól, mint az az ember, aki utána nem fognak újra éleszteni, mert tudja, hogy azzal, hogy ő meghal, hiába nyomtatnak egy újat, ő önmagát elveszíti neki ez az egy élete van, tehát minden majki, egyedi májki és egyik Májki se akar meghalni. Ez a kérdés, ez a kérdés tehát, ja, tehát ilyen nagyjából... És ez... ő átmegy ezen a ő átmegy ezen a barlangban, ezen a dolgon, hogy ő szembenéz a halállal, elfogadja, majd megmentik, és teljesen más lesz innentől kezdve az ő hozzáállása, mint majki nyolcnak, aki nem ment át ezen a dolgon. Legalábbis szerintem. Igen, igen, igen. Nehéz okosnak lenni ebbe a kérdésben, tényleg így belegondolva, a könyv azt mondja, vagy azt mutatja, hogy, hogy tényleg különbözőek, nagyon különbözőek. Nem tudom, mert például én azt tudom eldönteni, hogy a Májki hét, meg Májki munkéten szimpatikus. Tehát hogy azt sem tudom, hogy van-e az egész könyvben olyan karakter, akivel tudok azonosulni, aki szimpatikus. Tehát, hogy az a baj ezzel a, a könyvvel, hogy nincsen hős. Nincs, nincs, olyan, aki, aki... Persze az ember izgul miatt, hogy sikerüljön neki, de hogy, hogy alapvetően nem annyira szimpatikus ez a Májki 7. A Májki 8 nem, nem, tudom, nem. nekem teljesen az volt. Hát Májki 8-nak alig jut szerep, tehát, hogy meg amúgy egy paraszt, tehát hogy már bocsánat. Igen, tehát, ő hát visszaél, a... visszaél, visszaél, tehát Májki 8 abszolút, tehát ő visszaél azzal, hogy, hogy ő, hát ő itten, ő itt, nem tehet semmiről, itt ő neki kéne létezni, a Májki 7 egyáltalán minek, miért nem haltál meg, miért nem maradtál ott te kéne a darálóba, úgyhogy, úgyhogy légy szíves, menjél. Meg hát én most lettem felélesztve, én még szarul érzem magam, úgyhogy mindig mindent rálőcsöl szegény Mikey hétet. De Mikey hét az meg tényleg tiszta küzd az azért, hogy életbe maradjon, hogy találjon valami megoldást, ne derüljön fény erre az egészre, mert oké, okay, a saját életét is félti, de akár Mikey 8-at is. Tehát, hogy ő az nekem nem unszimpatikus, néha nagyon okosnak tűnik, néha nagyon hülyének tűnik szegényként ahogy kezeli a dolgokat. Én tudok, tehát én tudok miatta izgulni, meg én tudom őt, őt hősnek tekinteni, főleg a végkifejlett, tehát ahogy kezeli ott a, végső konfliktust, az nekem teljesen szimpatikus volt. Jó, hogy egy kicsikét idealizált, tehát egy picit ilyen gyorsított és, és, egyszerűsített lezárása volt ez a, a történetnek, tehát azt egy kicsit szerintem összecsapta az író, de ennek ellenére szimpatikus volt, ahogy cselekszik. Nem próbál bántani másokat, nem tudja, mit csináljon, hogy, hogy jó legyen, állandóan rajta csattan az ostortat, Marshall mindig valahogy megtalálja, és mindig belérug. Őt például igen, én se szimpatizáltam emiatt, és látszik, hogy erősen elfogult Mikey-val szemben, mivel ő csak egy ilyen feláldozható. De ugye nekem nem volt bajom ezzel, hogy nem találok benne hőst. Értem, értem de nem is az, én is izgultam, mondom, de egyszerűen nem volt pozitív, igazán pozitív szereplő a történetnek. Tehát, hogy a, az a nő, akivel végül is így picit összehaverkodott, de aztán végén a nő elárulta, az se volt annyira szimpatikus. Még talán leginkább szimpatikus volt a, a, a szeretője, a, a pilóta nő. Hmm. Igen. Még mi mondjuk ő, ő, ő egy picivel. Talán, ha választani kellene, talán még ő a, ő a legszimpatikusabb karakter, de ő is ő annyira különlegesen kiemelkedően. Hát, nincsen nagyon kifejtve, tehát ő is csak egy ilyen kis, kis, papírmasé figura tulajdonképpen, tehát nem túl erősek a mellékszereplők. A főszereplő sincsen nagyon, nagyon jól felépítve, mondom, könyv az viszonylag rövid, és elég gyorsan végigment rajta, tehát látszik, ezért mondom, hogy nekem sokszor az az érzésem, ezt a könyvet, mikor olvastam, az volt, hogy ez egy amerikai filmet nézek éppen, ahol nincsen idő. Hál' Isten neki a rövid, gondolj be, hogy hosszabb lett volna. <laughs> hát akkor lehet, hogy lett volna ideje ezeket kifejteni, és tényleg lett volna, lett volna mélysége a karaktereknek, itt nem mindig van mélysége, de ha már itt ezt a, a barátnőt mását említetted, nekem a, a, a csúcspontja volt, az egyik csúcspontja volt a könyvnek, az, amikor, amikor, összehoznak egy édes hármas. Tehát, hogy az eszembe nem jutott volna, hogy, hogy az író csinál egy ilyet, de hogy, hogy az nagyon beteg volt. Tehát, az nagyon amik... amik... beteg De viszont, viszont egy eszméletlen jó poén volt, amikor, amikor uh, kiderül, nehogy mondtuk, uh, beszéltük itt, nagyon erős ez a tabu, hogy nem lehet egyszerre két példány ugyanabból az emberből. Ezért titkolni is próbálják mindenki erről, de Nása, uh, vagy Nása rájön, és nem szalad egyből bejelenteni a, a, itt a vezetőnek, ennek a marsalnak, hogy mi történt, hanem úgy van vele, hogy hát ez van, nincs itt ezzel semmi probléma, és meggyőzi a fiúkat, hogy hát akkor csinálják már. Mert így ez nem is megcsalás, egyik irányból se, de hát mind a kettő majki az májki, neki meg jó lesz, tehát, hogy, hogy nekem, ez egy, nekem ez egy nagyon szimpatikus, nem láttam még Stiffy-ben ilyesmit, Nekem ez egy nagyon, nagyon szimpatikus és, és vicces jelenet volt. Hát meglepő, mindenképpen meglepő, és hát nem is tudom, tehát igen. Ritka az, hogy egyáltalán belevonják a, a science science fictionekbe így a, a nem életet, a szexet, vagy a, a, az ilyesmit. Ezt meg, hogy így csinálta, mondom, nekem ez, nekem ez nagyon bejött. igen, csak nekem is, tehát hát, érdekesen találtam, de megint egy olyan dolog, amit így nem szívesen gondolnék végig. Tehát úgy értem, hogy az ember, amikor egy, könyvet olvas, akkor beleképzeli magát a fő néha. Ezt nem szeretném beleképzelni. Én például nagyon szívesen beleképzeltem magam, tehát, hogy nekem ez, nekem ez egy szimpatikus ötlet volt. Éh, én nem tudom, így ez nem tudom. Hát nem. Ne, nem vagyok... Nem tudnám magaddal osztozkodni valaki máson? Hát nem. Tehát, hogyha már választani kellene, akkor lenne jobb ötletem, tudod, tehát így... Hát de miért az is te vagy? Tehát akkor megint visszakanyarodunk, hogy, a, hogy én vagyok-e az a másik, vagy nem én vagyok az a másik. Tehát, hogy ő egy különálló személy, ugyanazokkal az emlékekkel rendelkezik, ugyanaz minden, van egy két napnyi vagy három napnyi eltérés köztünk, akkor mitől vagyok én más, mint ő? Mitől vagyok én én, ő meg nem én? Értem, csak hogy én nem izgatott, tehát saját magamat nézem. Bár nem tudom menni, az emberek felveszik videóra az akciót, és akkor visszanézik. Nem tudom, ezt én nem gondoltam végig, őszintén szóval. Én inkább ezzel a, a varázsvonalon gondolkoztam el sokat. létezhet egy lélek, illetve hogy minden varázsnak vannak ilyen alapdogmái, és hogy ezek a dogmák sokszor nem túl, nem feltétlenül logikusak mások számára. Nem is kell legyen, attól dogma a dogma. Tehát nem kell, nem szorul magyarázatra. És nekem azért szokott gondot jelenteni a, a vallásos emberekkel való filozófaggatás, vagy a gondolkodás, vagy akár a vita. És volt is nem régiben egyébként egy, egyik barátomnak a felesége, egy morály keresztény hölgy, és sokat beszélgettünk, én budista vagyok egyébként vagy vitatkoztunk, és egyszerűen azt vettem észre, hogy egy vallásos ember nem tud hátralépni két lépéssel, tehát hogy az a alap matematikai formula, hogy tegyük fel, hogy, az náluk nem létezik. Tehát nem tudunk, legalábbis nem nagyon találtam olyan vallásos emberrel, aki azt mond, legalábbis ahogy itt, itt, itt vallásokról beszélünk, hogy valakivel el tudtunk indulni egy olyannal, hogy hát tegyük fel, hogy Isten nem létezik akkor bla, bla 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 bla, és egyszerűen ezt a lépést nem, tud, nem, nem, találkoztam még olyannal, aki ezt meg tudta lépni. Csak a vita kedvéért. tehát hogy nyilván elfogadom a másik. De nem a... akar vitat, hogy a, a, az, az De, egy... de akkor is, hogy vitatkozni akar, akkor is, hogy vitatkozni akar, ezt a lépést nem tudja meglépni. Tehát, hogy vagy nem akarja, vagy, mit tudom én, tehát hogy érdekes számomra tudod, tehát én bármi meg tudok lépni, tehát én, tehát fel a buta nem létezik, nem létezett, oké, okay, te ugye fel, buta, nem létezett, akkor valószínűleg a, a korábbi blablabla, bla, 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 így összerakták blablabla, bla, bla. nem tudom. Tehát, és így, így nehéz beszélgetni a vallásról, amikor így, így bármiről, amikor vannak olyan ö, alapvetések, amiket te atombiztosnak veszel. Vagy axiómák például. Igen, de az tehát egy, az egy, az egy az keret, keret. Igen, de ez egy keretrendszer. Tehát, hogy azért is van az, hogy nagyon sok ember szükségét érzi egy bizonyos vallásnak a gyakorlásának, vagy egy hitnek, mert ad egy támpontot az élethez. Nem kell mindig mindent megkérdőjelezni, hanem vannak Azt elfogadom, csak hogy... Le, dolgok, amiket nem akarok megkérdőjelezni. ha elkezdem megkérdőjelezni onnantól kezdve, akkor sosem nincs megállás. Tehát, hogy nem fogom meg. Mi lenne, ha tegyük fel, nem. de miért tennénk fel? Nem kell feltenni, mert tudom, hogy létezik. Én érzek... értem, mit mondasz. Ez a lényeg a vallásnak egyébként, tehát tudom, hogy a... A hitnek, nem feltétlenül, a hitnek. Tehát amikor te, hogy van egy meggyőződésed, hogy az úgy van, és nem, nem akarsz kiebb lépni ebből a keretből, mert neked az ott az az van. Tehát az, az az alap. És nem akarom megnézni, hogy mi lenne, hogyha nem lenne alap, mert tudom, hogy összedül a ház. Tehát nem gondolkodok rajta, hogy milyen lenne alap nélkül. Nem tudom. Tehát fel sem erült abban a mással, hogy lehet, hogy téved, és hogy mégis van lelke ennek az embernek. Csak vezessük vissza, mert ugye már ezeken. Igen, elkanyarodtunk a, a témától, vagy a könyvtől, jobban mondanám a témától. A, könyvtől, a témát van a könyvtől. Tehát, hogy, hogy hogy lehet, hogy fel sem, er... nem tudom, ezt, ezt soha nem tudtam megérteni. De ez nyilván gondolkodás kérdése, hogy, hogy az, most az empátia, tehát ő nem tudom azt a egyébként, érdekes, hogy nem fej, nem fejtették ki a, annak a varrást, a a, a, a a többi dogmáját, vagy az alatervényet. Nem, ez csak ennyi volt, hogy azok, azok mélységesen nem szeretik. Tehát ez, ez, ezért kellett, hogy legyen, szerintem csak a konfliktus miatt, hogy ott legyen a telepnek a vezetője, az mélységesen lenézze és utálja szegény Mikey barátunkat, mert ak akkor a leg... elég erős. Hát, de a legtöbb vallásnak, hát mondjuk buddhizmusról azért tudok viszonylag sokat, a kereszténységből egy keveset, de azért a legtöbb vallásban csak benne van az, hogy empatikus a másikkal, nem. Attól függ, a... ki, ki az a másik. Tehát azért ott vannak, vannak vallások, és vannak olyan vallási nézetek, volt mindegyik nagy vallásban, hogy elkezdtünk a, mine, a, a mi vallásunkhoz nem tartozókat elkezdtünk üldözni és elkezdtük őket, szent háborút hirdettünk ellenük, ez működött eddig mindegyik nagy vallásban. Tehát, hogy keleti vagy, vagy nem keleti vallásnál, nyugati vallásnál mindegyiknél találtunk olyat, akit nem szeretünk, mert hogy ő nem, nem közénk való, és azokkal nagyon ezért tudunk lenni. Érdekes, hogy tehát ezért, ezen a részen ragadtam, de hogy érdekes lehet, hogy én ön is kérdés, hogy milyen gombot nyomott ez be nekem, ami miatt ez így betalált ennyire, hogy, hogy ez a vallási megkülönböztetés a Marshall részéről. Itt, itt, viszont én is azt mondom, hogy szerencsétlen Májki. Tehát, hogy azért, mert a, a barátja nem vette őt fel, vagy nem mentette meg, és hogy ezért a közösség veszített a biomaszából, ezért lecsökkentette a kalóriadagját nem csak a barátjának, a, a repülőgép pilotának, hanem a májkinak is. De még miért kellett ez a szerencsétlennél? Tehát, hogy arról tényleg nem tehetett? Nem, de attól függetlenül mindenki. Tehát az egy, az egy, az egy uh, szerintem csak simán egy ilyen uh, irányítási vagy hatalmi eszköz tulajdonképpen, hogy ezen a telepen, mivel nagyon korlátozott az erőforrás, nagyon korlátozott a, ez a protein tulajdonképpen, amit magukkal hoztak, a biomassa, amiből, amiből élem tudják magukat tartani, ezzel lehet tulajdonképpen megbüntetni valakit, hogy a fejadagját csökkented, vagy éppen növeled, ennyi kalóriát fogyaszthat, aztán oszta be magának, úgy kell neki. De ez egy tulajdonképpen. Tehát, hogy Igen, de nem is hiszem azt, hogy másképp, tehát nagyon szigorú szabályok nélkül szerintem nem lehet életbe tartani egy ilyen, Isten tudja hány fényévre elmenő, nem tudom, 50-100, 200-500, teljesen mindegy hány száz emberből álló kolóniát. Nem lehet. Ha demokratikusan próbálod, és, és csak majd az észérvek, meg a jó indulat, meg az emberiesség majd itten megold mindent, nem hiszek benne, hogy működne. Tehát itt csak az erő. Legalábbis itt, ebben a világban ezt látszik mutatni, és marsolnak is, és pont olyan embert tettek oda, aki ezt a fajta gondolkodást, ezt a katonás, és, és uh, hierarhiát tisztelő, és enyhén megfélemlítéssel, vagy erővel uh, irányító emberkét pakolták oda, mert úgy gondolják, hogy ez kell ahhoz, hogy sikeres legyen a kolónia. Főleg az elején semmi más nem fogja tudni megvédeni. Hát igen, alap, tehát az alapkoncepció, amit mondasz, azzal egyetértek, viszont hogy szerintem nem a megfelelő embert választották, tehát ez, ez a már csak a vallása miatt se. Tehát hogy, hogy kérdése az, hogy a mai PC világban melyik az erősebb? Az, hogy tehát ott van egy vezető, aki vallás miatt megkülönböztet valakit, ez egy oldal. Tehát hogy, hogy, hogy ki lehet -e golyózni egy vezetőt, vagy lehet azt mondani, hogy ő nem alkalmas, arra a posztra, mert a vallás miatt egy kulcsembert nem fog egyelőként kezelni a többivel. Tehát, hogy ez ilyen, van, van ebben egy ilyen csavar, hogy most ő nem PC ezzel, de az, az hogy lehet, de ez az, egész, ez az, egész, világ nem tűnik PC-nek nekem. Tehát, hogy ők nem igazán idegeskednek. Itt a túlélésre játszanak, itt csak ez számít számunkra, abszolút nem is próbálnak piszik lenni. Azt értem, csak a mi értékrend... lelézik, miért. Lenézik. Tehát, hogy mindenki, mindenki lenézi ezt a, ezt a feláldozható Mikey barátunkat. Tehát, hogy senki nem barátkozik vele. A, értem, csak a mi, érték, é, 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 mi értékrendünk szerint próbálok így ö, vizsgálódni ez ügyben, és így ilyen. Ez mondja érdekes kérdés számomra, hogy, hogy melyik az erősebb. Tehát, hogyha most nem tudom, de én azt mondanám, hogy alkalmatlan, tehát nem kellene. Azért, mert egy egész kolónián egy embert, egy embert nem kedvel. Hát az az egy ember, az a, a, a egyetlen feláldozható. Tehát, hogy... Hát igen, hogyha már nem lesz, akkor majd ezért, akkor áldozunk fel igazi embereket, tehát na bum. A túlélés számít, a, a, a csoport túlélése számít. Valóban nagyon sok feleséges nem volt, hiszem leg, leginkább párokban jöttek az emberek, tehát hogy azt két repülőgéppilóta volt talán, a barátja és a, a szeretője, és nagyjából a legtöbb pozícióban is ilyen, nagyon, nagyon nem volt, ne, volt pótolható senki se, bár közben halt. Ezek az emberek üzemeltető ilyen. emberek, ez az üzemeltető emberekről beszélünk, itt egy nagyobb kolonizáló csapat indult el ők még itt a legelején vagyunk ennek az egész kolonizálási folyamatnak, amikor mi nincs mindenki felébresztve, hanem csak azok, akik kellenek tulajdonképpen a, beindítani a, a, terraformálási folyamatot, megalapítani ezt, a, ezt az egész kolóniát, és elindítani valahogy egy önfenntartását tulajdonképpen a kolóniának. Én ezért érzem azt, hogy lenne honnan. É, értem. Hát nem tudom, de nem kell mindenben egyet értenünk. Szóval a lényeg, Jaj, a lényeg, nem, hogy... főleg, azt az szereti Ádám is, hogy azt szereti, is, tehát, hogy azt szeretik, mikor egymásnak ellen mondunk, ezt direkt élvezi, én akkor röhög szerintem a, a, vágás alatt, amikor meghallgatja, hogy ne ezek megint egymás ellen beszéltek, meg vitatkoztak. Van még olyan dolog, amit így, így felmerült benne, vagy érdek, elgondolkoztató volt ebben? tetszett számomra az, ahogy, hogy elmeséli a különböző, különböző kolóniák kudarcát, tehát én ezt nagyon realisztikusnak érzem azt, hogy azért, mert azt hiszük, hogy mi nagyon ügyesek vagyunk, és van technológiánk, van mindenünk, azért nagyon könnyű, nagyon könnyen félre tud csúszni, még akkor is, hogyha több ezer emberből álló kolóniát telepítesz le egy bolygóra, és megvan a technológiát, hogy élhetővé tedd, hogy tudjál termelni, akkor is egy nagyon törékeny faj vagyunk ennek ellenére, és nagyon bonyolult a mi társadalmunk, vagy egy csoportdinamikánk, tehát ezért nagyon könnyen tud félrecsúszni, és erről itt a könyv mesél is pár ilyen, pár ilyen esetről, amikor, amikor sikertelen volt tulajdonképpen annak a, egy, valamilyen bolygónak a, a betelepítése. Tehát nekem ez, ez, volt az egyik, ami, ami tetszett, és, és uh, elgondolkodtató volt ezen úgy lamentálni, hogy milyenek is vagyunk mi emberek, és hogy nem vagyunk sikerre kárhoztatva, vagy nem vagyunk, de nem, nem, kéne ezt alapnak vegyük, hogy akármit próbálunk, meg az úgy is menni fog, mert mi elég okosak, meg elég technológiával rendelkezünk. Azért a természet, meg a fizika törvényei erősebbek nálunk. Még hát legalábbis. ilyen, evolúciósan azért végülis állatok vagyunk, tehát az evolúciós időskárán gyakorlatilag az, tehát mióta, hogy tudunk így igazán okosan gondolkodni, azért viszonylag rövid szakasz, és hogy a, a, a maga a, az ösztönök, meg a, a a sok beidegződés, az még mindig vadállati, tehát, hogy én azon csodálkozok, hogy eddig eljutott az emberiség, ahol most van, tehát, hogy Igen, mákunk volt, hogy nem ettük meg egymást, igen. Néha elgondolkodik rajta az ember, hogy hogy voltunk rá képesek, és megrettensz, hogy, hogy mennyire rossz, mennyire félre tudna csúszni így a, a történet, és hogy bízunk benne, hogy se fog félre csúszni. Igen, Na, igen, hát meglátjuk. ha, ha minden igaz, a, az emberiség történetében volt egy-két olyan pont, amikor viszonylag felmerült a kialás is, tehát hogy viszonylag annyira elcsökkent a népesség, hogy akár lehetett volna kiarási esemény is, és hogy nem haltunk ki, de hát nem tudom egyébként, így most mostanában nagyon téma ez a mesterséges intelligencia. Én néha azt gondolom, hát nem vagyok olyan artúista alkat, de hogy azt gondolom, hogy lehet, hogy az lesz a következő lépés. Tehát, hogy lehet, hogy nekünk csak minden emberiségnek, tehát maga az intelligencia fontosabb, mint az emberiség. Tehát, hogy azáltal, hogy mi meg tudunk alkotni esetleg egy, nem, nem is az intelligencia kérdése, mesterséges tudat. Tehát, hogy meg tudnánk alkotni egy mesterséges tudatot, akkor hogy lehet, hogy az intelligenciát az továbbvinni, és ránk már nem is tesz szükség. Tehát, hogy én nem tudom, én annyira nem látom az emberiséget. Tehát, hogy nem az én elméletem, de gyakorlatilag a Földön olyan vagyunk, mint a, olyanok vagyunk, mint egy vírus. Tehát, hogy megtámadtuk, elszaporodtunk, feléjük, megöljük, kicsikerüljük olyanok vagyunk, mint bármilyen más élő lény. Tehát szaporodni akarunk és sokasodni. Ehhez értünk, tehát ezt csináljuk. Hát igen, igen csak az intelligencia. Csak el... teremtettük hozzá a technológiát, amivel, amivel a, a környezeti kontrollt sikerült levetni magunkról. Pontosan, tehát pontosan. Ennyi, ennyi történt, csak hogy itt ebben a könyvben megmutatja, hogy attól, mert ezt a földön meg tudtuk csinálni, nem mindig vagyunk sikerre ítélve, nem minden kolonizáció működik sikerre. Még itt a végé előtt egy, egy másik gondolat, ami nekem szimpatikus volt, nagyon emberi, és azért ez már egy kvázi lerágott csont, de, de ennek ellenére engem nem zavart, meg szerettem ezen rágódni. Mert egy ezen a belső kolónián belül történő konfliktus, hogy akkor most májki 7 vagy Mikey 8 maradjon életben, emellett kialakul egy egy külső fenyegetettség a kolóniával szemben, mikor kiderül, hogy ez az őshonos faj, nem mondanám állatfajnak, lény, vagy faj. Hát faj, hát, igen. Igen, ez az ismonos faj nem is annyira buta, vagy nem is annyira intelligenciamentes, mint hogy értelmes, igen, sokkal értelmesebb uh, fajról van szó, mint azt a telepesek gondolták először, és kialakul egy harc telepesek meg e között a faj között, amire marsalnak az a, amikor ez kiderül számára, és megértő, tényleg itt van egy, egy külső fenyegetés, és tényleg van egy, egy, értelmes faj azon a bolygón, a zsigeri válasz, vagy a zsigeri megoldás számára az, hogy menjünk is robbantsuk fel őket. Tehát, hogy itt úgyse fogunk tudni együtt élni. De, kevés az erőforrás, kevés az izé, mi idejöttünk, gyarmatosítás erről szól, aki itt volt előttünk, ki kell írtani a fenébe ez annyira tipikus számomra, tehát annyira ezt látjuk a történelemben, mindig ezt szerette csinálni az ember, amikor csak tehette, hogyha oda ment egy új helyre elfoglalni, akkor az kisöpörte. Hát valójában nem csak az emberek egyébként, nem annyira értek a, a, biológiához, de hogy azért történtek ilyenek az állatvilágban is, tehát amikor egy ilyen nem honos faj betelepedett valahova, akkor teljesen átírta a szabályokat. is. És... De azt általában egy másik, tehát vagy az ember telepítette be, mint Ausztráliába, a dingókat, vagy melyiket, tehát sok mindent, nyulat, tevét, tehát sok minden ment oda sajnos. Igen, és az mindig, mivel nem volt felkészülve rá a az, ökoszisztéma. az ökoszisztéma, ezért megborította azt az ökoszisztémát. De azok a nyulak, vagy, vagy a többi állat nem tudatosan csinálta. Itt az embernél azért van, azért mi azt mondjuk magunkról intelligensek vagyunk, itt van egy tudatos döntés, hogy én igenis nem próbálok megegyezkedni azzal a másik értelmesnek tűnő fajjal, nem próbálok meg együtt élni, nem akarom megérteni, nem akarom elfogadni azt, hogy ő volt itt előbb, és az talán lennének valamilyen fajta előjogai szegénynek, ha már ő, ő volt ott azon a bolygón először. Nem, én idejöttem, nekem ez a hely kell, nekem megvan a technológiám, hogy kiírtsam azt a másik fajt, akkor én igenis ki akarom írteni azt a másik fajt. Mondjuk én, én vitatnám, hogy intelligens lények lennénk egyébként, de hogy ez csak zárójelben... Azt mondjuk magunkról. Tehát, hogy én azt... igen, igen, ez az, ezt, ezt Tehát, hogy... <laughs> tudom, hogy azt mondjuk, de hogy én nem vagyok biztos benne, hogy azok vagyunk. Egyik oldalról, a másik oldalról, meg a természet iszonyatosan kegyetlen egyébként. Tehát, hogy... És itt, a, itt, itt megint egy olyan kérdés lenne, amit nem jutunk meg megint, mert ez, ez, megint egy összetett kérdés, hogy, hogy hol van a határ a kegyetlenség és a kegyesség között. Hát nem tudom, én ezt érezném a... Úgy gondolom, egy par par para parazita soha nem sajnálja az áldozatát, vagy egy... Ez egy biztos, ragadós... de a parazita, a parazita nem tartja magát intelligensnek, és nem tartja magát fejlett, intelligens lénynek. Az ember szereti azt mondani magáról, hogy ő egy tudatos, intelligens lény, és hogyha az vagy, akkor nem kéne ösztönszerűen döntsél, és nem kéne úgy döntsél, mint egy parazita. Tehát nem ez hát a... ez épp ezért nem vagy intelligens. Kiírtani, kiírtani igen, de akkor ha mondod magadról, akkor meg próbálj meg úgy cselekedni, mint hogyha az lennél. Hát, de csak az magadnak, meg az utca a környezetednek. Hát nem vagyunk intelligensek, én is vagyok az, én is egyszerűen az életem során nagyon sokszor vettem észre, hogy akár egyfajta propaganda, vagy a csoport visz magával, és hogy ez, ez pont az intelligenciának az ellentétje. Csak a példakedvéért. Biztos, egyetértek vele, tehát hogy ez, ez tényleg így történik, ennek ellenére én szeretnék, és ezért nekem tetszett a könyv, tehát egyáltalán nem éreztem Darknak, a, mert a, a mi MyKing az, az tulajdonképpen megtalálja a módját, hogy kvázi békét kössön, vagy kialakítson egy, egy ilyen közös, meg nem támadási pozíciót alakítson ki tulajdonképpen az emberek meg az őshonos faj között, és ő tulajdonképpen túl tud lépni ezen, a, ezen, a, ezen, az, ösztönén, hogy akkor írtsuk ki, és akkor nekünk marad minden erőforrás, meg a, csak a miénk lesz minden. Nem vagyok biztos benne, hogy ezt jó ő, 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 lehet, hogy csak önvédelemből csinálta. Biztos vagy benne? Nem, nem, emlékszem erre, hogy, hogy mennyire hangsúlyozták, tudod, de hogy ez volt a, az a felállás, vagy a pozíció, vagy a játékállás, ami, ami, ami biztosított számára, hogy ő túléljen. Tehát, hogyha felrobbantotta volna azokat a lényeket, akkor való, vagy, vagy megölte volna magát, vagy amikor visszamegy, akkor előtte volna a, a marsal. Tehát, hogy ez simán lehet az önzés. Nem tudom, én ennél optimistában látom a dolgot, és úgy érzem, hogy ő nem csak saját maga miatt tette ezt a dolgot, hanem azért, mert... Ez nagyon remélem én is. Tudott hinni egy, egy, egy szebb jövőben, egy jobb, egy jobb világban, és én is én ezt keresem általában a könyvekben. Lehet, hogy, hogy a, a kiindulási pont az, az, komor, lehet, hogy a, az egész történés az, az kifejezetten sötét, de hogyha látom azt, hogy legalább egy karakter van, aki, aki, hisz egy jobb, szebb jövőben, nekem az már sokszor elég szokott lenni ahhoz, hogy én azt mondjam, hogy ez egy jó. Nekem a nő, nő a Nása vagy. Nása. Nása? Uh -huh. Igen, igen, tehát, hogy először is el tudta fogadni azt, hogy ez egy fickó feláldozható, és képes volt szerelmes lenni, vagy szerelmes volt bele, képes lett volna az életét kockáztatni, azért, hogy hogy megmentse az, elej, az elején, és későbbiek folyamán is végig mellettük volt, és hogy ha nem lett volna feláldozhatatlan, akkor ugyanolyan büntetés kapott volna, mint a többi. Tehát lehet, hogy megölték volna. Tehát, hogy nekem, hogyha kellene egy konklúzió ebből az egészből, én, én ezt hát most, lehet, hogy beteg, de én, én inkább ezt a romantikus vonalat látom. Tehát, hogy a, a szerelem ereje és a, a nő, nőiesség, tehát, hogy a nő női szeretet. Tehát ő nekem ez, ez jött ki. Egyébként, hogy pozitív is, vagy pozitívat mondjak, tehát számomra ez volt a manúság, nem tudom. Tényleg jó volt, és tényleg szép volt, tehát ő volt tulajdonképpen az egyedüli azok közül az emberek közül, akik ott voltak a hajón, aki, aki elfogadta mike olyannak, amilyen. Persze ott volt a régi barátja, aki már ismert az előtt, mielőtt még ez a Gomez, aki még azelőtt előtt ismerte mike mielőtt feláldozható lett, ő azért tulajdonképpen barátkozott vele, meg volt vele jóban, és nála volt az együli, aki meg akarta ismerni az embert, meg akarta ismerni, és nem volt előítéletes csak azért, mert ő, ő ilyen feláldozható. Tehát tényleg szerintem is szép volt, szép volt a, a, a viselkedése, végig a, kitartott mellette egyetértek veled, tehát, hogy én nem, nem, mondom, hogy nem. Nekem a másik maga, az, az nekem az, az egy nagyobb, nagyobb, vizé volt, hogy, hogy megpróbált békét teremteni a két nép között, és nem, a, nem azt nézte, hogy hogy lehetne, hogy lehetne elpusztítani a másikat. Mert lehet, hogy tudott volna egy olyan forgatókönyvet. Értem, hát akkor ebbe megegyeztünk. De ez a jó egy könyvben, tehát, hogy annyi mind, annyi, annyiféle szemmel lehet, és ez is szerintem a, a, azt mutatja, hogy mennyire másak vagyunk, hogy ugyanaz a leírt szöveg két embernek, akinek két, él, már különböző életúton ment keresztül, és van ott, ahol van, ugyanaz a leírt szöveg mást jelenthet. Persze elképzelhetjük, hogy hogy lehet, hogy egy ennél a rövidebb szöveg is, miért van az, hogy az egyik embernek egy valamit jelent, és a másik embernek valami teljesen mást. Ahogy ezt beszéltük itt a műsor előtt is egy kicsit, hogy hogy lehet az, hogy Igen. mások másképp látnak dolgokat. Tehát, hogy az, amin keresztül mész, az formál téged, és ettől kezdve más a látásmódod, mást, mást értesz ugyanaz alatt a szöveg alatt. Igen, van van, van egy ilyen, nem tudom, valószínűleg az elméletet, talán pszichológia, nem akarok így ilyen e, túlokoskodni, mert annyira picit hozzá, mondjuk úgy, de hogy ha minden igaz, azt olvastam valahol, hogy, hogy valójában... A, a valóságunkat, illetve az egyéniségünket, a személyiségünket, csak az emlékeink határozzák meg. Tehát, hogy én, aki vagyok, az, az, az nagyon érdekesen működik. Igen, veled történt események, és akkor most itt nem menjünk el a matrix felé, hogy akkor mi az, ami valójában megtörtént veled, vagy hiszed, hogy megtörtént veled. Van sok ilyen a, a szifi amikor már az is elég, hogy azt hiszed, hogy megtörtént. De valójában az agyad az ilyen, tehát hogy, hogy majd javasolok, tudnak javasolni egy-két könyvet komolyabb tudósoktól. Rendben, mindenképpen. A különböző szenzoros információkból, a belső modellekből neked egy képet a világról, ami, Valamit. Igen. Ami, ami, egy az egyben Matrix. Igen. Amit te úgy gondolsz, hogy az a valóság. Igen. Na jó, szerintem ezt a mai beszélgetést akkor itt, itt le tudjuk zárni megbeszéltük, amit gondoltunk a könyvről, meg amit a könyv kapcsán. Hát ez érdekes volt, és mondjuk kellemes egyébként, tehát, hogy Á, örülök, nem hogy szóval nem teljesen szóval... potyára, potyára küzdködted át magad a Mikey heten, nem bántad meg teljesen, ennek örülök. Biztosan bántam meg, csak, by örülök. Még gyorsan elmondanám itt a, a Paralaxis univerzum hallgatóinak, rajongóinak, követőinek, hogy esetleg aki megteheti és, és érez rá egy kis indítatás, az nyugodtan támogassa a parallax Van nekünk egy patreon.com per Parallaxis elérhetőségünk, amin keresztül tud minket támogatni, amit nagyon megköszönünk, hogyha éppen van egy kis feláldozható pénze. Ezen kívül pedig, szeretnék köszönetet mondani, akkor még egyszer Jozinak. Én köszönöm. <laughs> Hajladó volt átbeszélni velem ezt a könyvet, igen, és itt volt, és annak ellenére, hogy, hogy ez mennyire nem az ő stílusa, mégis, mégis vette a fáradtságot. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál, és akkor a következő alkalommal már a te ajánlásod fog jönni, úgyhogy de ez még vagy egy közös, majd ezt eldöntjük, mert van, van egy, van egy, amit én nagyon szeretnék, Hosszú Föld triológiát, és van egy, amit mindketten szeretünk, a Márta Versnek a Öldöklő naplóit, úgyhogy ez majd még, még igen, ezt, lesz, még, ezt, még, ezt még, nem, nem, áruljuk el, hogy melyik lesz. De igen, most rám vár a feladat majd, hogy olvasom azt is, amit, amit Josie ajánl, nem önzősködünk. Úgyhogy uh, szeretném még egyszer megköszönni Josie-nak, a Paralaxis Univerzum minden munkatársának a támogatást, köszönjük szépen a hallgatóknak, hogy itt vagytok, és még találkozunk. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön jutalmazott blog podcastjét az MD Média készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.